Na, van egy szabad 40 percem, úgyhogy gyorsan csinálok egy ilyen videót. Hirtelen jött ötlettől vezérelve különféle vezérlőkről. És már megint megy a mosógép a háttérben, mosogatógép pontosabban. Sajnos, és nem azért van, mert minden egyes rohadt videómban mosnom kell, vagy hogy egész életemben mosok, hanem hát kétféle személyiségem van. Egy kötelességtudó, meg egy élfajház. Az élfajház személyiségem van 90%-ban a fényen, és egyszer az a 10% előjön, akkor kell mindent csinálnom. Akkor kell mosnom, takarítanom, videót csinálnom, stb. Úgyhogy mindegy, ezt meg kell lovagolnom, hogy néha-néha felszínre jön az a személyiségem, úgyhogy gyorsan kezdeném is az egerekkel. Soha nem voltam egy olyan nagyon nagy vezérlő fanatikus, mint sokan, hogy gamer egér kell, gamer billentyűzet kell. Én általában bementem a boltba, és mondom, hogy hát kérem a legolcsóbb egeret. És most innen, ami látszik, a legolcsóbb egér, ez az egér volt. Amit konkrétan azt hiszem, hogy 750 forintért vettem. Igaz, hogy ez már pár éve volt, vagy 5 éve, de ez akkor is eléggé olcsónak számított. Tehát egy ilyen átlag irodai egér akkor ilyen 1800 forint környékén volt, ez meg még annak kevesebb, mint a fele. Hát kérdeztem is az emberkét, hogy na és milyen ez az egér? És legalább korrekten elmondta, hogy hát figyelj, ettől ne várjál sokat, nem a technológia csúcsa. És ez be is bizonyosodott. Egyetlen jó tulajdonsága van ennek az egérnek, hogy világít. Nem tudom, meg tudom mutatni. Ja, tehát így. Tehát semmi extra, manapság már minden gamer egér ilyen RGB-s, hogy össze-vissza váltogatja a színét. De az a lényeg, hogy ez az egér, ez nem sokáig bírta, talán fél évig. Most oké, bedugom világít, de ennyit tud. USB-ről felveszi az áramot, és még a lámpái égnek. Na, ott egy cica köröm. Cica! Úgyhogy, igen, ez az egér, ez nem sokat bírt, úgyhogy erről ennyi elég. Még márkajelzést sem nagyon találok. Optical Mouse. És akkor most haradnék egy kronológiai sorrendben, hogy melyik egér milyen hamar döglött ki ezek közül, mert hát nem mindegyik működik már. Tehát gamer egerekről mi a tapasztalat? Elmentem az ázsiai boltba, lehet, hogy nem a legjobb hely, a gamer egereket kell találni, de vettem egy ilyet, mondom, de menőn néz ki. Ez is világít, mint a ménkű. Persze ezt megmutatni már alig-alig tudom, mert hogyha simán csak bedugom, nem csinál semmit. Ha erőszakolom az USB-t, akkor... ilyen stroboszkóp effektet nem is csinált. Ez csak már annyira szar. Így most tiszta erőből nyomom az USB-t a gépnek, elengedem egyből. Ennyit bír. És... nem tudom, hogy mennyire látszik, hogy a kezem. Tehát, ja, ez már így mozog. Úgyhogy ez az egér, ez körülbelül mennyit? Egy évet, ha kibír, de még annyit se biztos. Ez annyira nem is volt olcsó egér, ez talán valami 4000 forint volt az ázsiai boltban. És nem sokáig bírta. Nem tudom, hogy ez a AOS mennyire egy híres márka, nem hinném, hogy bárki ismeri, de egy egértől elválna az ember, hogy azért legalább egy pár évet húzzon ki. De nem, ez is meghalt. Na lássuk, hogy mi következett ezután. Egy még menőbb gamer, idézőjelesen ez is, gamer egér. Kényelmesnek, tényleg kényelmes, meg minden. Ezt is az ázsiai boltba vettem, ez már még drágább volt, ez már valami 5000 forint környékén volt. És látom, hogy milyen erős vezeték van, ez a piros vezeték. Úristen, akkor ezt csak sokáig fogja kibírni. Hát nem bírta sokáig. Hozzáteszem, hogy ezek mind hordozós egerek, nem az, hogy bedugom egy asztali géphez, és akkor ott elvannak, hanem ezt napi szinten viszem munkahelyre, a táskába. Az is hozzátartozik, hogy nem szoktam túl precízen elrakni az egeret, tehát nem így rakom el az egeret. Hanem sokkal inkább így. De most... egér, ha már ilyen kábelt adtak hozzá, akkor tényleg azt hinné az ember, hogy ez így jelenti az erejét, meg a megbízhatóságát. Na konkrétan ez is egy olyan 6-7 hónap után már elkezdte azt csinálni, hogy bedugom az USB-be, és akkor így nem reagál.
tiszterebből betolom, igazítok rajta, akkor tűrű, az a hang, hogy érzékeld az USB-t, aztán tűrű, hogy elfelejt. Ezt csinálja az egér. Villog, hol felismeri, hol nem. Tehát így marha élvezetes. Főleg amikor egy LOL párba kellős közepén vagyok, és akkor játssz el. Természetesen a mozgás nem várjon tőle az ember egy darabot se. És ezt ténylegesen sajnáltam, mert olyan kényelmes, meg tényleg jó siklott az egérpadokon, amik általában nekem füzetek szoktak lenni, úgyhogy tényleg nem viszem túlzásba itt a precízkedés, de ezt rövid pályafutás alatt szerettem. Csak hát megdöglik mindegyik rohadt egér. És akkor mondhatnák az emberek, hogy hát de jó, ma, hogyha így hurcolod, akkor persze, hogy meghal, megtörik a kábel, meg mit tudom én mi. Na de akkor jöjjön ellen példának egy igazi, régi vágású iroda egér, ami annyira régi, hogy már látszik, hogy a logója már foszlik le. Zoomolj már. Jó. Ez. Tehát már alig látszik a logója, mert annyit hordtam már. Tiszta retek az egész. Ez az egér, ez minimum egy 9 éve már megvan. És ennek az égvilágon semmi baja. Nincsen megvastagított kábel, hanem ez a sima szar kábel van. Úgy raktam el minden alkalommal kb. Hogy a videóban bemutattam. Nem kiméltem egyáltalán, és ez egy irodai egér. És kénytelen vagyok mindig ezt vinni magammal, mert az összes többi egér kihal. Ez az egyetlen stabil pont az életben, ez az egér, mert... Ja. Nem tudom, hogy van-e rajta dátum, vagy ilyesmi, meg tudunk nézni, hogy mikor ide. Igen. Úgyhogy, mivel nem gamer egér, annyira nem kényelmes vele játszani, de hát most mit csináljak, hogyha egyszer ez az, ami működik, akkor ebbe kell bíznom. És van még egy gamer egerem. Na, ez hivatalos boltból vettem, PCX-ből talán, tehát ott feltételezem, hogy nem ilyen kínai fostalicskákat adnak, hanem rendes egereket. És ez tényleg működik, viszont nagyon keveset használom igazából, ez is ilyen világítós egér. Tehát ez már ilyen menő néz ki, és ez van a fő gamer gépemhez használva, de mivel azt a gépet leginkább projektorozáshoz, meg VR-hez használom, tényleg nagyon ritka az, hogy odaüljek konkrétan a monitorhoz is használjam, ezért igazából nincs, még nem bizonyított semmit az egér, hogy hány éve bír, olyan 4 éve lehet meg, kényelmes, nincs vele probléma, viszont kíváncsi lennék, hogy mennyire bírná ki, hogyha ezt is napi szinten kéne tekergetve, facsargatva a táskámba hurcolni. Na mindegy, tehát egyelőre ez az egér, ez még nem kap szidalmat, mert ezzel még nincsen baj. Ja, és ez az egér olyan 7-8 ezer forint volt körülbelül 4 éve. Ez a irodai iparos, ez meg körülbelül olyan 1200 forint volt 8-9 éve. De az esetek igen nagy többségében nem is vezetékes egeret szoktam használni, hanem ilyen vezeték nélkül itt, mert ha közelülök a projektorhoz, vagyis a projektor által kivetített képhez, jól odaviszem szépen oda a falhoz, odatolom a széket, hogy minél nagyobb lássam, akkor muszáj vezetékes egérrel menni, és konkrét, na, vezeték nélkül egér billentyűzet kombó, mert olyan hosszú USB, nem fogok én itt végig tekergőztetni a házon USB hosszabbítóval. Itt már eleve a jeladó egy hosszabbítón keresztül megy, de ez még mindig istenes, mint a mind a kettőt külön hosszabbítóval kéne odahúznom a székhez. És tényleg sokan rigyálnak, hogy hú, ilyen tökéletes, pontos egér kell, meg egérpad, meg gamer billentyűzet, meg minden. Ezzel a szar irodai kombóval végtelen játékot vittem már végig. Tényleg eléggé nehéz, eléggé precíziós irányítású játékokat is. Hát konkrétan Forzát eléggé nehéz szinten, de csak ezzel nyomtam. Igaz, hogy ott a kormány is, de mivel a Forza arcade játék, ezért teljesen fölösleges szimulátoros kormányokat használni hozzá, hanem billentyűzet egér kombót, de lolozni is ezzel szoktam. Age of 4-et, pontosabban Ageof Empires 4-et is múltkor ezzel játszottam. Arról is megvan külön véleményem arról a játékról, egy hosszabb videóban azt is el tudnám mondani, úgyhogy igen, nem vagyok finnyás, hogy most tökéletes egér kell, nekem a legfapadosabb megoldás is megteszi. A tessék, általában így egerezek egy 5000 éves füzeten, egy vezeték nélkül irodai egérrel, és még a cica is a 60%-át elfoglalja az egésznek, de gond nélkül működik az egér igazából, úgyhogy
Én azt mondom, hogy ha az embert valami behúzza, akkor nem az irányító lesz a lényeg. El is felejti, hogy mivel irányítja azt a dolgot, amit élvez. Na és itt van egy Sega controller. Mindig bajban vagyok Sega, vagy Sega Genesis, Master System, vagy Mega Drive, vagy nem tudom, az egyik ugyanaz, mint a másik, tök mindegy, nem tudom, hogy ez melyik Sega, 16 bites, az a lényeg. Mini Sega konzol, és baromira örülök neki, hogy a mini Nintendo-kkal ellentétben ennek USB-s a joystickja, tehát kettőt is kapunk hozzá, és mind a kettőt hozzá lehet kötni a számítógéphez is. És csomó játékkal meglepő módon kompatibilis, még úgy is, hogy még gombokat se kell állítgatni, hanem bedugom, egyből fölismeri, a játék elején kiválaszthatom, hogy igen, kontrollerrel akarok menni, és akkor például a... Mi annak a neve? Cyber Shadow nevű ninjás játékkal, ilyen retro stílusú modern játék, ezzel vittem végig. Baromi jó dolog. Az ilyen komplexebb platformjátékot, mint mondjuk az Ori, azt már nem nagyon lehet ezzel játszani, bár az is feelinges lehetne. Az Orihoz már egy másik kontroller kell, amit mindjárt megmutatok, de tényleg ilyen kisebb platformjátékokhoz, vagy akármihez baromi hangulatos ilyen kis Sega kontrollerre játszani. Na de, itt az Xbox kontroller, amit azért vettem, hogy a régi Xbox 360-amhoz hát a kompatibilis lesz, hát azt már be sem sikerült indítanom, viszont óriási megkönnyebbülés volt, hogy az a 7000 vagy mennyi forint, amit erre elment, az mégse volt kilobott pénz, mert számítógéppel tök jó kompatibilis, és pár játékot ennek a segítségével szerettem meg egyáltalán. Nem hivatalos Xbox controller, nem tudom, hogy találok-e róla márket. Látszik, hogy kalóz. Igen, de kevesebb, mint fele annyiba került. Mintha rendeset vettem volna. Tehát azt hiszem, hogy ilyen 20 ezer forint környékén volt, vagy 22, egy hivatalos Xbox One controller. Ez a hulladék, ez meg olyan 7500 forint volt talán. Úgy voltam vele, hogy inkább veszek olcsóbban két kontrollert, mint drágábban egyet. És akkor kettő az legalább tovább túléli valószínűleg. És semmi problémám nincs vele. A végső fantázia 7 remake-et például ezzel vittem. Nem végig, de elég sokáig elvittem. Az Orit is. Ezeket majd még folytatni fogom. Csak annyi minden van az életben. Nem lehet egy dologra rákoncentrálni. Csak játékok. Már ha csak a játékot nézzük, olyan sok van belőlük, nem, hogy az egész életet, aminek csak egy kis szerete a játszogatás. Ja, ez is jóféle cucc. És akkor most jöjjön a kedvencem, a Ferrari-s kormány a pedállal együtt. Hát igen, kuplung nincs, de nem is kell, nem nagyon szeretek. Meg tudnám oldani, hogy mondjuk a kormányon beállítok egy kuplungot, mondjuk, ami hüvelykúj. Ez például lehetne kuplung, mert ez eléggé kézre esik, de nem szoktam szarakodni vele általában. Na és a kormány az tényleg csak arra jó, én szerintem, hogy autószimulátort játszom vele az ember. Mert most árkádozni, az kontrollerrel is, billentyűzeten is lehet. Például Forza 5, Forza Horizon 5, az egy tök jó játék, hogyha az ember úgy eldobja az agyát, és szeret hülyéskedni, meg furikázni ott a dombokon, és gyűjteni a nem tudom, XP-ket, vagy mi a szar az a pontszám. De hogyha az ember tényleg át akarja élni az autóvezetés élményeit, és én, mint aki azért vezettem már pár autót életemben, pár fajtát, azt tudom mondani, hogy eléggé hitelesen adja vissza ez a kormány, meg ez a pedál, így az autók működését, ezt körülbelül 40 ezer forintért vettem talán pár évvel ezelőtt. De Project Cars 2-höz elengedhetetlenül szükséges, és kihangsúlyozom, hogy legjobban VR-rel üt. VR combo plusz ez a kormány. Ennél VR-ebb VR élmény már csak azért sincsen, mert az ember leül a székébe, oké, nem kocsiülés, de ha akar, azt is vehet magának, de egy normális kormány pedál combo plusz a VR még azt se zavarja az embert, hogy VR ott van a fején, mert olyan, mintha bukósisak lenne az ember fején.
És a Project Cars 2 VR-be szerintem még mindig egy referenciaanyag, hogy milyen lehet igazi kocsi szimulátort vezetni VR-ben. Azóta már a Gran Turismo akárhány már megjelent, úgyhogy azt nem próbáltam még ki. Nem is tudom, hogy az van-e PC-re, lehet, hogy ez csak PS-re van. De lényeg, ami lényeg, hogy iszonyatosan jó itt a váltó, tehát kormányváltója van, de az ember mindenféle hülyeségeket beállíthat, DRS-t, vagy KERS, vagy nem tudom, hát amilyen évjáratból játszik Forma 1-es autókkal, meg mindegy, elég sokféle variálási lehetőség van. A Holt játékot néha be kell állítani az elején, de tényleg jól reagál mindenre. Úgyhogy a kormány tudom ajánlani a szimulátorokhoz. Például nagyon jó szimulátorjáték volt még a Toka 3, azt hiszem. Ja, a Toka 3 szerintem igazából a Project Cars régi megfelelője. De a Project Carsból is én csak a kettőt szeretem, mert a 3 az egy rakás fos, az egyet meg nem próbáltam. Mindegy, aki teheti, azért egy kormányt is szerezzen be a szimulátorokhoz. És merjen az ember szimulátorozni, tehát hogyha valaki egy Project Cars-t elkezd, akkor ne legyen rest full szimulációs módra beállítani. Tehát nincsen oppa kanyarrá segítés, akkor kipörgésgátló, max a kocsiba eleve ben vannak ezek építve. De hogy a játék teljesen realisztikusra legyen állítva, mind a sérülés ügyileg, tehát ha egy kocsi neki megy a falnak, akár még kis sebességgel is, ilyen 30-40-nel, akkor is jó eséllyel már egy kicsit el fog hordani jobbra. És ezzel a kormánnyal teljesen jó, hogyha jobbra elhord a kocsi, csinál, vagy várjunk, jobbra, melyik az az oldal, igen. Tehát ha csinál egy ilyet, akkor már egyenesben van. Ha nagyon elhord jobbra a kocsi, akkor így tartja, és akkor még attól még lehet egy kört normálisan befejezni, még billentyűzeten szenvedni egy elhordó kocsival, azt max így lehet, tehát na, erre jó a kormány. És hát akkor az utolsó óriási trigger mindig a VR. Szerintem ez is egy baromi jó kontroller. Iszonyú kényelmes. Jó, mondjuk kettő van belőle, és az egyiknek a rezgő funkciója az körülbelül már egy második hónapban elszállt. Ami eléggé baj, főleg olyan játékoknál, ahol a rezgés visszajelzéseket ad. De nagyon kényelmes, tehát ha így tartja az ember, itt is a ravasz tökéletes pisztoly lesz belőle. Úgyhogy igen, ezt csak azért mutattam meg, hogy VR-ről is csak annyit azért el akarok mondani, hogy mindig nagy vita, hogy most jó a VR, vagy szar. Sok embertől azt hallom, hogy ha fölvettem, azt rosszul lettem tőle, és akkor nem, soha többé nem játszottam vele. Na ezt a kifogást én elhárítom, mert én is rosszul voltam a VR-től körülbelül az első, de nem is azt mondom, hogy rosszul voltam, inkább csak, hogy furcsán éreztem magam mondjuk az első 4 alkalommal. Először teljesen ledöbbentett, hogy úristen, mi az a látványvilág, és akkor az annyira behúzott, hogy nem is tudtam koncentrálni arra, hogy rosszul vagyok. Másodikra se, na és harmadikra, amikor ilyen lab, meg ilyen akkor se játszottam túlzottan intenzív játékokkal, inkább csak ilyen sétaszimulátorokkal, de akkor volt egy olyan problémám, pár órát benn voltam, és akkor tényleg rosszul lettem. Úgy éreztem magam, mintha egy óriás lennék. Tehát a VR-nek megvan az a hülyesége, hogy közelre látsz, mert a szemedtől 1 centire van a monitor, vagy hát a kijelző, de mégis vannak tárgyak, amikre messzire, a szemeddel messzire kell zoomolnod. Közelre látsz, és mégis messzire kell zoomolnod. Na és ez a hülyeség, ez úgy meg tudja kavarni az agyat. Ugye levettem, és konkrétan néztem a kezemet, és olyan volt, mintha egy óriás lennék, mintha ez a kész körülbelül 5 méterre lenne tőlem, és ilyen baromi nagy lenne. Akkor közel mentem egy konnektorhoz, néztem a konnektort, minthogyha egy ilyen olimposzi méretű óriás konnektor lenne. És akkor azt mondtam magamban, amikor ez a negyedik napon előjött ez a betegség, úgymond, kicsit szédültem, és kicsit émelyektem, és ilyen azt mondtam, hogy na jó, most akkor egy pár napig nem vérzek, mert ez egy kicsit sok volt. De egyszerűen nem bírtam ki, mert olyan szinten behúzott a vér, hogy már másnap nyomtam. Másnap már nem lettem annyira rosszul, és kb. A 6. alkalommal kezdtem úgy lenni vele, hogy már egyáltalán nem vagyok rosszul.
hetedik, nyolcadik, kilencedik alkalom, onnantól meg már csak mindig egyre egy kicsivel többet bírtam. Először bírtam 40 percet, aztán 45-öt, 50-et, most órákat. Bármi nem rosszul lét miatt. Még az ilyen nagyon durván, van egy ilyen kalózos játék, ahol egy ilyen nagyon hullámzó hajón ülsz. Már akkor sem vagyok rosszul. Vagy a kocsi szimulátor, ott is azért, ahogy nézel jobbra-balra, ott suhan a táj. Főleg amikor egy visszajátszást nézel vissza, ott azért az ember tud tengeri beteg lenni, de csak gyakorlás és kitartás kérdése, én már nem tudok. A VR az annak a fajta agynak kedvez, akik tényleg élményeket szeretnének átélni dolgot, szeretnék a testükben beindítani az endorfin vagy dopamin csakrákat. Aki szeretne tényleg félni egy horror játéktól, aki szeretne mozogni az egész testével, átélni a játékot, mintha valójában megtörténnének vele a dolgok. Egy ultra érzéketlen szkafanderben persze, mert se G-erők nincsenek hatással ránk, se semmi fizikai dolog, szél, vagy érintés, vagy ilyesmi, de mégis az ember akkor is úgy érezheti magát, hogy ott van. Már csak, hogy a testével forog meg, természetesen szoba léptek. Tehát ez a szoba, ez nekem azért hótüres, csak most raktam ide ezeket, mert van egy szabad jó pár négyzetméterem rohangálásra, guggolásra, bukfencezésre, fetrengésre, ha VR-ezni akarok. Ja, és a VR-hez is hozzátenném, hogy a VR nem egy olyan program, nem egy olyan platform, hogy minden nap órákig fogsz VR-ezni, hanem a domináns akkor is mindig a szokásos számítógép, laptop vagy konzol, ezek fogják a gerincét jelenteni a gamerkedésnek, de úgymond egy aféle hétvégi tevékenység, vagy 3-4 naponta előveszed a VR-t és egy 2-3 órát lenyomsz vele, az úgy teljesen jó. A projektorról is ezt mondom, hogy az embernek lehet projektora, de ha mindig mindent azon néz, akkor el fog inflálódni az élmény. De hogyha napi egy órát használja csak, vagy mit tudom én, heti egyszer megnéz rajta pár filmet, akkor megmarad a behúzó hatása. És itt a laptopom is, amit igazából azért vettem elő, megmutassam, hogy tervezett elavulás ennél is működik. Nagyon jó kis gamer laptop, a hangszórója egy rakásszar, de azt már bemutattam, de azon kívül más panaszom nem lehet rá. Mondjuk talán az, hogy a utóbbi időben kicsit melegszik. De a bekapcsoló gombja elromlott. Tehát most talán valamennyire látszani is fog, hogy így beszakadt a gomb. Most fullon van az aksi. Hiába nyomkodom, nem megy. És hogy lehet bekapcsolni a laptopot? Ezen a kis vész. Még ez is óriási csoda, hogy van ilyen rajta, mert én először azt hittem, hogy akkor ennyi volt a laptop, vihetem szerelőhöz, vagy meghalt. Miért nem tud zoomolni már? Na, ott a, itt a kis... Ezt nem hiszem, mert közelebb viszem a kamerát, akkor már... Ez a kis vészbe kapcsolom, amit tűvel kell bekapcsolni, és akkor egyből az ilyen, egy ilyen BIOS menübe kerülünk. És hát ezt is, ettől is félek, hogy már legalább egy éve ezzel a kis vészbe kapcsolóval indítom el, ha ez is elromlik. És ez szerintem nem arra lett kitalálva, hogy napi szinten ezzel kapcsolgassa az ember a laptopját. Tehát ha ez is elromlik, akkor nem fogom tudni tényleg bekapcsolni a laptopot, ami eléggé nagy szégyen lenne. És volt egy taktikám arra, hogy akkor miért nem hagyom készenlétben. Lecsukom a monitort, készenlétbe rakja magát a laptop, és akkor nem kell azt a kis szargombot használni, hanem csak legközelebb kinyitom, és akkor onnan folytatom a laptopot. Na hát, ez nem éppen jó döntés, mert ennek a hülye laptopnak van egy olyan tulajdonsága, hogy néha lefagy, de így kifagy a világból olyan szinten, hogy semmire nem reagál. Világítanak a gombok, de teljesen meghal. És olyankor nem tudok mit csinálni, nem tudom kikapcsolni, amíg le nem merül csontra az aksia, addig használhatatlan a laptop. Ha az előfordul a közeljövőben, akkor rögzítem és bemutatom, hogy mennyire is gyalázatos fos ez. Elkezdett zúgni sajnálatos módon, és ilyenkor semmit nem lehet vele csinálni. Lefagyott, még látszik, hogy világít a billentyűzete, tehát ez most itt addig fog zúgni, amíg teljesen le nem merül. Mert hogy a bekapcsoló gomb már nem működik rajta, és nem reagál, és akár ha meddig nyomom, nem reagál, kikapcsolni nem lehet. Itt
a szélén lehet eleve csak bekapcsolni. Ezen a kis... Már látszik, mennyire szét van karcolva, vagy tűvel kell bekapcsolni a vész indítójával. De azzal meg kikapcsolni nem lehet, csak befele. Úgyhogy ez néha előfordul, mondjuk legalább már lefekvéskor fordult elő, tehát használni most ilyenkor órákig nem tudom, amíg le nem merül teljesen. Cserébe most itt fog nekem zúgni, úgyhogy nem tudom. Szerintem, hogyha három szobával odébb viszem, akkor is hallani fogom, úgyhogy ezt megszívtam. Nyomorúságos laptop. Aksiát nem lehet kivenni, mert ez nem olyan fajta, hogy kilehessen. De hát, ó, így még hangosabb, de jó, élvezetes. Úgyhogy szét kéne szednem az egészet, hogy valahogy megszakítsam az áramkört aksiával, de nem lehet. Úgyhogy ez a laptop esti ajándéka nekem. Na, úgyhogy ennyi, hirtelen felindulásból jött az ötlet, el is telt az a 40 perc, amit akartam. Következzén a Bundesliga zárófordulóval, vagy a Bayern, vagy a Dortmund nyeri. Ja, úgyhogy ennyi.